A megyeszék helyeken is forgalom növekedéssel számolnak az ingatlan értékesítő irodák ebben az évben. A tranzakciók száma folyamatosan felfelé ívelt és mind az új, mind a használt ingatlanokat egyre emelkedő árakon tudták eladni. Az egyik piacvezető értékesítő irodánál a tavalyi 135 ezer tranzakcióhoz képest idén 139 ezerre nőtt a lakást cserélők száma. Ezzel zárnak országos viszonylatban, de a megyei mérleg is eredményes. Azok a lakásvásárlók, akik hitelt vettek fel sok esetben, igényelték a csokot is. Az állami támogatás felfelé hajtotta az ingatlan piacot. Leginkább a csok miatt még mindig az új építési ingatlanokat keresik nálunk itt Nyíregyházán, de egyre többet értékesítünk a jó minőségű, de használt, már nem új ingatlanokból. Ezeknek az kell, hogy a legfőbb jellemzője legyen, hogy ne kelljen hozzájuk nyúlni, ne legyenek felújítandók. Addig, amíg 2016-ban inkább a használt lakások iránt volt nagy az érdeklődés, az utóbbi évben az újonnan épülő tégla társasházi lakások szinte a tervezőasztalról keltek el. A lakásárak a nagyvárosokban ugrásszerűen tovább nőnek. A fővárosban és a megyeszék helyeken is még a használt panellakások négyzetméterára sem maradt egy helyben. Ez kivetült az albérletpiacra is. Nagyon kevés albérlet van a piacon, ennek az az oka, hogyha egy albérlet jó van beárazva és jó helyen van, akkor szinte azonnal értékesíteni tudjuk. Éppen ezért nagyon kevés az, ami most elérhető, és nagyon nagy a kereslet még rá továbbra is. A hazai lakáspiac kedvező irányban változott a fejlesztői, az értékesítői és a vevői oldalon is. A következő évektől azt várják, hogy újabb lakások épülhetnek, és megmaradhat az építőiparban az alacsonyabb áfa. Az irodák arra számítanak, hogy a mostani magas árak miatt a használt és kicsit rosszabb minőségű lakások is eladhatók lesznek, ugyanis sokan ingatlanba fektetnek be.